Ha jól emlékeznek, akkor október 11-én arra emlékeztünk, hogy egész pontosan 60 évvel ezelőtt nyitotta meg János pápa a vatikáni zsinatot, méghozzá a második vatikáni zsinatot, ami az egyetemes egyházunk történelmében a 21. egyetemes zsinat. Erről beszélgetünk most Kék Emerenciával. Szép öreget kívánok, dicsőítessék Jézus Krisztus! Mindörökké, amen. Én is üdvözlök mindenkit! Hát mostanában rengeteget cikkeznek a második vatikáni zsinatról. Olvashatunk pozitívat, negatívat egyaránt. Az biztos, hogy Ferenc pápa október 14-én nagyon érdekes gondolatokat osztott meg. De nem erről akarok beszélni, hanem leginkább a magáról a vatikáni zsinatnak a dokumentumairól, és hogy hát miért is volt annyira jelentőségteljes ez az esemény, ugye a 21. egyetemes zsinat az egyházban. Amikor megválasztották 1959-ben pápává Ronkeli Bíboros, nagyon érdekes volt, hogy igazában egy idős, mondhatjuk azt talán bácsi lett az egyháznak a vezetője, és mindenki azt gondolta, hogy az új változás, akik talán néhány évig még elvezeti az egyházat, halála talán nem lesz olyan messze, hiszen már nem volt éppen fiatal. A humora úgy, viszont rendkívül fiatal volt. Így van, nagyon sok helyen olvashatjuk a humoros hozzáfűzéseit különböző témákhoz. És nagyon érdekes, hogy ugyanakkor volt egy olyan álma, hogy ő meg szeretné újítani az egyházat, illetve nem inkább a reform szót használta, hanem azt, hogy engedjünk be friss levegőt az egyházba. Ez lett az a híres adjornamento. Igen, ez az a kifejezés, amelyben igazában kinyitotta az egyháznak az ablakait, és megpróbált azt a dohos levegőt átszellőztetni. Egyrészt szükség volt az egyháznak az önértékelésére, annak egyfajta megfogalmazására, azon kívül még két cél vezérelte a pápát, az egyház belső életét szerette volna átbeszélni a jelenlevő bíborosokkal, a zsinata meghívott bíborosokkal, és egyébként ez volt talán az első olyan zsinat, amelyre külső szemlélők is megjöhettek, vagy bejöhettek vendégként. Más egyházak képviselői, nem keresztény vallások képviselői, illetve az újságírók is jelen lehettek. Valami harmadik cél pedig az volt, hogy az egyház kívülre való tekintése, az akkori világgal való viszonya, ezek voltak a fő témák és elképzelések. Akkor éppen utána néztem és olvastam, hogy hát mit is mondanak, mi a második vatikáni zsinatnak a legnagyobb siker, akkor nyilván megemlítették a két pápát, tehát már a két pápának a személye, 23. János pápa és hatodik pápa. Mindig negyediket akarok mondani, nem tudom miért, hatodik pápa, így van. Ugye ez maga az ő személyük, illetve hát említette a teológus szakértőket. Ugye ez volt az az esemény, ha jól tudom, amikor kimondta, ha már itt a Raúl Wallenberg Egyesület elnökével beszélgettem, akkor először kimondta az egyházas azt is, ugye, hogy hát a zsidó üldözésnek bármilyen formája az elfogadhatatlan. Így van. Illetve a különböző dokumentumok, amik ugye születtek, akár gondolhatunk általunk oly jól ismert, viszont sajnos gyakran kevés, nem annyira idézett katekizmus is, ugye, hát tulajdonképpen a Matthäus II. Vatikáni zsinatnak a gyümölcse. Így van, itt kezdődött. Összesen azt tudjuk, hogy 16 dokumentum született, és igazából ezeket vagy témakörönként, tehát a pápa zsinati céljainak a megvalósításaként csoportosíthatjuk, tehát hogy az egyház önértékeléséről szólnak, a belső életét szabályozzák, illetve egyfajta kifelé való nyitottságot próbálnak meg az egyház részéről más vallások, más felekezetek a világ felé megmutatni, illetve maguknak a dokumentumoknak a műfaját tekintve is beszélhetünk konstitúciókról, amelyek általános elveket fogalmaznak, meg általános tanítást közölnek, beszélhetünk határozatokról, amelyek gyakorlati kérdésekkel próbálnak meg, vagy gyakorlati kérdésekben próbálnak irányt mutatni, illetve beszélhetünk olyan nyilatkozatokról, amelyek egyes részkérdéseket próbálnak megvitatni. Azt tudjuk, hogy három nyilatkozat született ezen a zsinaton, zsinati atyák, illetve mindegyiket hatodik Pál pápa írta alá az összes zsinati dokumentumot, hiszen tudjuk, hogy 63. júniusának elején 23. János pápa elhalálozott, és őt követően Montini érsek lett a pápa, és igazából hatodik Pál az, aki folytatta 23. János pápa szellemében a zsinati munkálatokat, tehát három nyilatkozatot ismerünk, négy konstitúciót és 9 határozatot, amely tényleg az egyház belső életét próbálja szabályozni.
Már megemlítettünk ilyen nagy neveket, mint a két pápa, akkor azt is talán érdemes megemlíteni, hogy azok a teológiai szakértők, akik hát kvázi megfigyelőként érkeztek, azért kvázi a püspököknek a tanácsadóiként voltak jelenleg. Gondoltunk itt egyébként a későbbi pápánkra, ugye Ratzingerre is, vagy akár Kárlachne. Karol Wojtyla, őt is azért említsük meg. Igen, ő is részt vett ebben. Igazából azt látjuk, hogy azóta, a zsinat óta, noha hozzánk talán kicsit később értek el ezek a dokumentumok magyar nyelven, hiszen először 1975-ben jelent meg második vatikáni zsinat tanítása címmel, majd pedig ezeknek a dokumentumoknak a latin eredetivel való összevetése történt meg a jubileumi évre, 2000-re, amikor a második vatikáni zsinat tanítása, illetve a második vatikáni zsinat dokumentumai címmel a Szent István Társulat kiadta a dokumentumoknak az átnézett változatát, és kiegészítve a kódexel, a kódexben, a katekizmusban írtakkal, tehát egy nagyon-nagyon jó összefoglalást találunk a végén. Illetve el kell azt mondani, hogy pontosan emiatt talán nálunk ez a kimaradt, kvázi 40 év miatt egy kicsit lassabban vettük át, vagy alkalmaztuk a zsinatnak a tanítását, ami a dogmatikai alapokra épül. A liturgikus konstitúcióról mindenki hallott, hiszen hatalmas nagy változás volt. Talán az a legnagyobb, azt gondolom, amit tényleg, hogy valaki a második vatikáni zsinatra gondol, akkor hát persze, hát akkor vált elérhetővé a saját anyanyelvünkön. Igen, elsősorban ugye erről ismert, valójában azért itt az egyházkép kialakulása az, ami biblikus alapokat kapott, és Isten népe az egyház egyben misztérium és közösség. Ez az valójában, ami aztán kifejezést kap az összes zsinati dokumentumon, és ez az alapja annak, ez az új megváltozott egyházkép, amely bibliai alapokon nyugszik, ami igazában a későbbi, illetve hát az összes többi dokumentumnak lett az alapja. És hát felkészíti az egyházat az új evangelizációra, azt gondolom, hiszen ezt is ki szokták emelni, hogy ugye ekkor kapott először igazán hangsúlyt azt, hogy hát a hívőkből is áll, sőt, hát a hívők adják az egyháznak a szívét, a magját. És de hogy nyilván ott vannak a hierarchia, ott vannak a papok, püspökök, érsekek, és a többi, de hogy a hívőknek a szerepe, az általános papság, az legalább annyira fontos. Így van, nagyon fontos, hogy az alap az nem más, mint az a keresztség, amelyben mindannyian részesülünk az egyházban, és igazából ennek megfelelően mindenkinek ezáltal megvan a megfelelő szerepe. Ugyanúgy, ahogy a püspököknek, a papoknak, a szerzeteseknek, akik jelek a világban, meg jelek számunkra is, így a világi Krisztus hívőknek is. És ugye az ökumenizmust, megejtettünk néhány szót ugye azzal kapcsolatban, hogy a különböző vallások, különböző keresztény felekezetek felé is nyitott volt a zsinat, de ugye tulajdonképpen itt született meg, vagy itt folytatódott maga az is, hogy az egyházban az a fajta, hát egy újfajta irány, hogy nyitni kellene a különböző felekezetek között, hát valahol azt mondhatjuk, hogy itt talált igazán hallgatóságra. Igen, elsősorban azért meg kell említeni, hogy maga az ökumenikus törekvés az nem katolikus eredetű, hanem protestáns egyházak részéről kezdtek el erről először beszélgetni. A második vatikáni zsinat az, ami igazából bekapcsolódik, az Unitatis et Integratio, a zsinat határozata az ökumenizmusról. Ez az, amiben leszögezi a zsinat, hogy értékesek a Krisztusban, Krisztus hívő, a Szent Háromság személyében hívő, a keresztséget és a szentségeket többé-kevésbé elismerő protestáns Krisztuson alapuló egyházi közösségek is, és ez volt az első eset, amikor már nem szektaként, vagy felekezetként, hanem egyházakként emlegettük őket. 2021-ben Ferenc pápa elindította az úgynevezett szinodális folyamatot, ugye a szinodális egyházért. Igen. Na most ugye ezzel egyetemben Németországban is másfajta szinódus indult el, és ezzel azt láthatjuk, hogy bár a zsinat rengeteg pozitív folyamatot hozott itt a katolikus egyházban, tényleg egyfajta megújulás, egyfajta új fókuszt, és hát mintha új életet is lehet volna a két világháború alatt megtöredezett, megszakadozott egyházba, tehát a hidegháború elég erősen érintette az egyházunkat. De hogy mik lehetnek azok a negatív hangok, amiben hát, vagy mondjuk azt, hogy kritikák a zsinattal szemben, aminek lehet, hogy egyébként azért van valóság alapja? Talán az egyik leginkább nyilvánvalóbb kritika az a liturgia megváltozásával kapcsolatos.
talán ma is lehet érzékelni, hogy mintha a latin rítusú, tehát a latin nyelvű liturgia, illetve a népnyelvi liturgia egymással szemben állna. Ugye kérdés, hogy hol áll a pap az oltár, melyik oldalán a nép, hogy vesz részt ezeken a szertartásokon. Talán ez az egyik áramlat, ami a liturgikus megújulást kritizálta, és hát ez az Isten népe közösségiség, illetve a laikus Krisztus hívők szerepének a kidomborítása, vagy hogy mondjam, egyfajta egyenlő tagként a hierarchiával, a hierarchia elismerésével és tiszteletével, de mégiscsak munkatársként való szerepe. Ez az, ami talán még mindig nagyon sok esetben nem kap megfelelő, egyrészt nem kap megfelelő hangsúlyt, vagy sokan azt gondolják, hogy túl hangsúlyozott. Nagyon fontos, hogy tényleg ez a szinodális, ez a meghirdetett szinodális megbeszélés sorozat, vagy azt mondhatjuk talán, hogy együtt járás, egy a célunk, egyfelé megyünk, nézzük meg, hogy tudunk együtt dolgozni. Ez ugyanúgy feladatunk az egyházban, hiszen nem véletlen, azért a II. Vatikáni zsinat dokumentumai között ott van például a tömegtájékoztató eszközökről szóló dokumentum, vagy ott van a missziókról szóló dokumentum, vagy ott van az egyház és a mai világ viszonyáról szóló dokumentum. Tehát, hogy nyitnunk kell, együtt kell dolgoznunk azon, hogy ne csak egy kis bezárt közösség legyünk, hanem tényleg, ami a küldetésünk alapból a keresztségünkből fakadóan, a hitünknek a hirdetése, Krisztus esemény hirdetése, megváltott emberi létnek a hirdetése és elvitele mindenki felé. Jönnek olyasfajta hangok is, ha már itt kritikus hangokat is, kritikus hangokról is beszéltünk, hogy hát akkor kellene most már egy harmadik vatikáni zsinat. Erre mondjuk mekkora esély van, hogy ez, különösen most, hogy ugye Ferenc pápa összehívott egy szinodális folyamatot, egy két évig tart, aztán majd a püspököknek a megbeszélése a püspöki szinódussal fog zárulni. Erre van bármi reáció, egyáltalán van egyáltalán konkrétan egy ekkora nagy zsinatra szükségünk? Én egyháztörténészként nem lévén nem látok bele olyan mélyen ezekbe a folyamatokba, de én azt gondolom, hogy ha a Szentlélekre tudjuk bízni az egyházunknak a sorsát, akkor előbb-utóbb kiderül, hogy tényleg szükség lesz-e egyfajta harmadik vatikáni zsinatra, vagy valamiféleképpen más utakon és módokon próbálunk meg együtt élni, vagy próbálunk meg az ige hirdetésben, a keresztény életben tovább menni az elkövetkezendő időszakban. Szeretném mindenkinek ajánlani Omelli jezsuita atyának a könyvét, amely a Mi történt a II. Vatikáni zsinaton, mely történelmi, az az érdekes, hogy történelmi szempontból egy nagyobb perspektívába helyezi a zsinatot, és éppen ezért gondoljuk azt, hogy noha a dokumentumokban rendkívül fontos tanításokat, rendkívül fontos iránymutatásokat találhatunk, de folyamatosan újra és újra tovább kell gondolni azt, nem megtagadva a tanítambeli alapokat, hanem ezeken tovább lépve nyitni minden olyan lehetőség felé, amit az egyház tényleg a küldetésétől fakadóan el tud vállalni. Hát, mint Ferenc pápa is mondta, ez a szinodális folyamat nem egy másik, hanem egy másféle egyházért van. Így van. Igen. Dr. Kékemerenc, köszönöm, hogy itt volt velünk. Én is köszönöm szépen.